Baranya és Tolna megye összesen 24 egyházmegyei fenntartású intézményében dolgozó pedagógusát köszöntötték május 20-án. A pedagógus nap főpásztori szentmisével kezdődött a Szent Péter és Szent Pál székesegyházban, ahol Felföldi László megyés püspök szentbeszédében a pedagógusok Istentől kapott különleges hívására hívta fel a figyelmet. Az ünnepség a Szent Mór iskola központ sportcsarnokában folytatódott. Köszöntőbeszédében a főpásztor nehéznek és rendkívül fontosnak értékelte az iskolákban, óvodákban oktatók munkáját, akik a jövő nemzedékét formálják, alakítják. Az egyházmegyei pedagógus napon Szabó Gábor kommunikációs tréner tartott szakmai előadást, majd Felföldi László megyés püspök és Tóth László az egyházmegye közoktatási főmunkatársa adta át a kiváló pedagógusi munka elismeréseként a Pécsi Egyházmegye 71. püspöke emlékére alapított Szepesi Ignác díjat. Idén Nagy Ibolya, a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Molnárné Fodor Andrea, a Paksi Balogantal Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, valamint Tomposné Kovács Edit, a Pécsi Szent Mór Iskola Központ tagóvoda vezetője vehette át a rangos elismerést. Nagyon fontos az elismerés, hogy hihetetlen nehéz és rendkívül fontos munkát végeznek az iskolában a pedagógusaink, hisz a jövő nemzedékét formálják, alakítják. A díjazás mindig egy, azt gondolom, egy odafigyelés, egy elismerés, és igazából mindig egy ember kapja, de valójában a közösség kapja. És itt most az egyik iskolatanárikkal együtt állt föl. Ez egy példaértékű. Látszik, hogy mindenki boldog, mert nem az volt, hogy na valakit kitüntettek, hanem együtt éreztek, együtt ünnepeltek. És ezt szeretném az iskolában, a tanári karokban megélni, hogy nyilván valakiket ki kell emelnünk, de ugyanakkor az mindig az iskolának, annak a közösségnek szól. Ez egy jutalom, ez egy odafigyelés, egy háladás, egy köszönet, azért a szép, eredményes, gazdag munkáért, amit végeznek. 1996. szeptemberében kerültem a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Előtte 1983-ban egy kis hátrányos helyzetű településen, Alsó-Szentmártonban kezdtem el tanítani. Az én filozófiám az volt, hogy szeretettel és bizalommal tanítani, illetve szeretettel és bizalommal fordulni egymás iránt. És én úgy gondolom, hogy a munkám során ez be is teljesedett. Tehát így jutottam előre, és így váltam eredményessé a gyerekek körében. 25 éve tanítok a Paksi Balogantal Katolikus Általános Iskolában és Gimnáziumban. Alsó tagozatos tanítóként, alsóban magyar és énektantárgya tanítok, illetve drámapedagógusként a felső tagozatban. Én nagyon fontosnak tartom a gyerekek személyiségfejlődését, személyiségfejlesztését, és az az aszpoétikám, hogy ha a gyerekek tanórán vagy a tanulásban nem kapnak sikert, nem jutnak sikerélményhez, akkor az tanórán kívüli tevékenységek kapcsán, tehát értem ez alatt a művészeti tevékenységeket, ennek kapcsán szerezzenek sikerélményt. Ezért én színjátszó szakot szerveztem már évek óta, és a gyerekek egy másik oldalukról mutatkoznak meg, és örülnek és boldogok, hogy fejlődik bizonyos személyiségjegyük. És én ezt tartom az politikámnak, hogy sikerélményhez, örömhöz juttatni a gyereket, hogy boldog gyerekként éljék meg a mindennapjaikat. 2014 óta vagyok a Szent Mór Katolikus Iskola Központ tagintézmények az óvoda vezetője. Akkor vette át az egyházmegye az intézményt, akkor lett katolikus intézmény. Nekem nagyon nagy élmény és nagyon különleges dolog az, hogy a gyerekeket bevezetjük a hitnek a világába, és hogy ezeket a keresztény erényeket át tudjuk adni a gyerekeknek. A mai rohanó világban nagyon fontosak, azt gondolom, ezek a dolgok. És az óvónőkkel közösen, közösségbe és együtt tudjuk a gyerekeket nevelni. És most már van egy csodálatos új intézményünk, ami mindenre lehetőséget ad. Az ünnepség az egyházmegyei intézmények diákjainak zenés műsorával zárult.